Na nézzük a szögletet. 45. percben Vári átszáll a feje fölött. Lukjáncsuk lőhet. Nem is rossz az, sőt! Óriási gól! Lukjáncsuk találatával 2-0 az első félidő végén. Elsuhant a lábak között. Kapásból bődületes lövés. Úgy tűn már pedig, hogy nem lesz semmi ebből a szögletből. Ez a lekészítés remek, és ahogy eltalálja Lukjáncsuk. Hát ezzel nem tudott mit kezdeni Kosicki. Kusnyír lába között ment el.